Köszöntöm a Pannon Gazda nézőit, mai műsorunkban a Deka kukorica hibridjeivel ismerkedhetnek meg, de utána nézzünk annak is, hogy a magyar-kanizsai határban milyen állapotban vannak az őszi kultúrák, de méhészettel is foglalkozunk, tartsanak velünk! Petar Voganjec iz Žablja. Dragan Lancoš iz Severnog Banata, tačnije iz Jale. Iz praćenja medija i sličnih stvari smo probali dekalb i nismo se ni jednog trenutka kak se zove pokajali što smo ga počeli sejati. Dekalb sam počeo da radim pre jedno 4-5 godina. Došao sam i do iz tih seminara, predavanja, zimskih škola, što mi Pauli kažemo. Pa rekao, hajde da probamo i svidao mi se. Mi prvenstveno ne sejemo ni jedan kukuruz prema kojem smo pristrasni, nego jednostavno prema kojem ćemo zaraditi. Zbog toga smo odlučili na dekalb, zato što dekalb nijedne godine nam još nije pobacio. Zadovoljan sam sa njim iz razloga što daje stabilne prinose, ima dobro ukorenjavanje, dobar koren, biljka mu nije pretjerano visoka, što nama koji punimo u čardak je klip, lakše se bere, dobro otpušta vlagu. Počeo sam sa manjim površinama, pa sve većim i međutim ove godine je prvi put da je kompletno sve bilo zasnovano dekalbom. 100% dekalb. Na ovim trenutnim površinama je na 100% površinama, od 200 hektara je posejan dekalba. Imao sam ove godine 4 hibrida zastupljena, 50-31, 50-68, 56-32, 58-30, svaki je bio po četvrtina. Ipak mi idemo da bude što gušći sklop. Naši sklopovi se kreću od 75 do 80 hiljada biljaka po hektaru. Mi razmišljamo, ne do bog žičara, ne do bog bilo čega, opet imam sklop i može da da veći prinos, ne možemo naškoditi puno. Volim izuzetno rane setve, tako su nas i na fakultetu učili da su uvek prinosnije i stabilnije i sad pogotovo kako ovo krenulo, ove vrcine leti. Ove godine smo skidali oko 13,2 do 14 vlage, znači sve u jusu. Gotova berba je bila u čardacima 30. avgusta, ali sam zakasnio. Mogao sam ga komotno raditi 15 dana ranije. Kod dekalba je pozitivno to što mnogo duže praši. Znači, oplodnja je sigurnija, stabilnija. Mi definitivno radimo samo sa najboljima. Svaki dinar uložen u njihovo seme se vrati i vredi. Most is szárazság van, kedves nézőink. Nem volt elég az, hogy ősszel rendkívüli szárazság volt. Nagyon nehezen lehetett előkészíteni a földeket az őszi kalászosoknak. Nagyon sok helyen ez miatt a gazdák le is mondtak az őszi kalászosokról, akár csak a repcéről. Utána volt egy relatív átlagos tél, most viszont februárban már 14-15, sőt az fölötti hőmérsékleteket is mérünk. Széllel, viszont csapadék nélkül. Mi lesz így a vetésekkel? Ennek jártunk utána. Az Adorjáni Vajda Attila elmondta, hogy az őszi vetés nála is nehézkesen indult meg, mert nagyon száraz ősz áll mögöttünk. Rég volt ennyire csapadékmentes a vetés utáni időszak. Főként buzát és kukoricát, valamint egy kisebb területen szóját termesztünk. Emellett még van egy néhány hold lucerna, zab, árpa a jószágok részére, de többnyire a
kukorica és a búza foglalja el a legnagyobb helyet a vetésforgóban. És jelenleg hogy áll az őszi vetés? Jelenleg, hál' Istennek, elég kielégítő képet mutat az őszi viszonyokhoz képest, ugyanis a keléssel elég nagy problémáink voltak, de az ősz után, tehát a tél folyamán kaptunk egy nagyobb mennyiségű hótakarót is, a hótakaró alatt sikeresen ki tudott kelni a búza. Most a búza fejtrágyázása folyik jelenleg, kielégítő képet mutat egyelőre a búza tábla. A mostani időjárás megfelelő a növekedéséhez? Egyelőre megfelelő, tehát nagy látványos növekedés egyelőre még nem tapasztalható, ugyanis az éjszakák és a reggelek még fagyossak, elég hidegek, hűvösek, de a későbbiekben hiszem azt, a nappali felmelegedés komolyabb lesz, akkor növekedésnek fog indulni a búza. És megfelelő terméshozamra számíthatunk majd? Én hiszem azt, hogy ha az időjárás nem tesz komolyabban keresztbe, akkor lehet elég komoly termésre számítani is, de hát ez a jövő titka természetesen. És a közeljövőben milyen munkálatokat végeztek majd rajta? Tehát most a fejtrágyázása történik a búzának, ureát szórunk jelen pillanatban rá, mint egy 100 kg per hold mennyiségben. A későbbiekben szeretnénk még 100 kg án műtrágyát szórni, és utána majd következik a gyomírtás, és gombaölők, folyékony nitrogén, ilyesmivel kezeljük, és hát várjuk a legjobbakat. Valamint még próbálunk majd beiktatni egy úgynevezett bokrosító hengerezést, amit Cambridge hengerrel szeretnénk megpróbálni, amennyiben a talaj lehetővé teszi, tehát ha nem lesz túlságosan nedves, vagy túlságosan sáros, akkor meghengerezzük, amennyiben kap esőt, hát akkor hadd nőjön úgy az esővel tovább. Az illetékeseknek elmondták, hogy az őszivetés később kelt ki a vártnál, de a jelenlegi állapota kielégítő. Az őszivetésre el kell mondani, hogy nem volt kedvező az időjárás, mivel a szájkál sújtotta a térségünket. Ennek kifolyólag a termelők jóformán a porba vetettek, aminek az lett a következménye, hogy a gabona nem bírt kellőképpen kicsirázni és fejlődésnek indulni. Sokan kénytelenek voltak az optimális időn felül elvetni a kenyérgabonát novemberben, decemberben. Ezeken a parcellákon jóformán most sorol a növény. A jelenlegi állapotra el kell mondani, hogy a téli fagyok nem tettek számottevő kárt az őszivetési kultúrákba, mivel abban az időszakban a hótakaró megvitte a gabonát. A legnagyobb probléma talán a repcénél mutatkozik, mivel az asszályos időszak nem tette lehetővé a kultúra optimális fejlődését. Jelenleg az elkövetkező időszakban megindul a gabona fejtrágyázása, és utána az előkészületek a tavaszi vetésre. A mezőgazdasági szakmunkatárs hozzátette, hogy a terepen jelenleg semmilyen a növényeket károsító betegség nincs jelen. Mai műsorunk utolsó bejátszásában méhészettel foglalkozunk, melyben szó lesz arról is, hogy milyen évet zártak tavaly a méhészek, milyen módon sikerült átteleltetni a méh családokat, és mi vár rájuk az idei esztendőben. A tavaszias időjárásban a méhesben is felpesdül az élet. Megtörtént az első tisztuló repülés, most a kaptárnyitás és a méhek tavaszi legelőre való felkészítése a cél. Kordován Zoltán családi vállalkozásban foglalkozik méztermeléssel. Elsősorban a vándoroltatást választotta, mert szerinte kerekeken terem a méz. A kaptárakat vizsgálva megállapítható, egészségesen kezdik a méhek az idényt. Itt a környékben körülbelül az 50 kilométeres sugarú körbe vándorolunk, tehát mind a két úgymond méhészkocsi kettőnk tulajdonna, édesapám és ez az újabb az enyém, tehát
összesen 140 családdal rendelkezünk, tehát vannak itt tartalékcsaládok is, úgymond kölökcsaládok. Mindketten csináljuk úgymond mindkettünk méhészetét, tehát nincs az, hogy ez a tied, ez az enyém, tehát hogyha munka igényli, akkor egymásnak ugyanúgy besegítünk a méhészeti munkákba. A családi vállalkozásban a méhészkedés mekkora stabilitást jelent? Az az igazság, hogy hogy szokták mondani, hogy méhészetből meggazdagodni nem lehet, de szolídan még tud az ember élni. Tehát rengeteg munka, rengeteg kitartás. Tehát szinte az embernek olyan szorgosnak kell lenni, mint a méheknek, sőt, még szorgosabbnak, mert nincs két egyforma legelő. Tehát nincs két egyforma év. Tehát a mezőgazdaságnak a méhészet egy ága. Most hogyan készíti föl az első legelőre a méheket? Tehát most, ahogy látjuk, a méhek relatíve jó teleltek, tehát ki tudtak télen repülni. Most egyelőre, tehát ami minket illette, mi nem szoktuk a korai lepényezést alkalmazni, tehát megvárjuk az első tavaszi tisztuló kirepülést, hogy ők kitisztuljonak, és utána szoktuk az a március közepéig beadni az első cukorlepényt, utána fokozatosan az ember bővít, a gyümölcsvirágzáskor, ha szoktuk úgymond cukorsziruppa őket serkenteni, de ez mind az idő és az élelempódlásnak a függvényétől függ. Magyar Kanizsán a Nektár Méhész Egyesület segít a fiatal és gyakorló gazdáknak az érvényesülésben, az újítások elsajátításában, a szakmai tapasztalatok szerzésében. Szerintem van létjogosultsága a fiataloknak minden további nélkül. Egyértelmű, hogy mentorral kell elindulni, mert ha valaki nem mentorra indul el, az könnyen saját maga alatt vágja a fát, és akkor azt mondja, hogy 2-3-4 év múlva, hogy valamiért nem csinálja, vagy abba adja, vagy változtat. Tehát ott kell, hogy legyen a mentor, segíteni kell egymáson, és azon keresztül meg lehet találni azt a szakmai minimumot, amivel azért önállóan aztán el lehet kezdeni méhészkedni. A méhpusztulás évről évre hatalmas károkat okoz Vajdaságban. Ez a szakszerűtlen vegyszerhasználat következménye. Ezért már most szükséges a szántóföldi növénytermesztőkkel egyeztetni, és a méhkímélő termelést népszerűsíteni. A méhésznek is tudomásul kell venni azt, hogy egy növényállománynak ahhoz, hogy ott méhsz teremjen, vagy virágpor, parazitáktól mentesnek kell lenni, egészségesnek kell lenni, és még egy dolog, gyommentesnek kell lenni. Ez pedig növényvédőszerek nélkül megoldani manapság már nem lehet. Ugyanakkor a gazdálkodónak is tudomásul kell venni azt, hogy a növényvédőszer használatot úgy kell kialakítani, úgy kell felépíteni a technológiát, és ez minden évben egy kicsit más, tehát mindig egy kicsit alkalmazkodni kell a viszonyokhoz, hogy ez a méhészetek számára is elfogadható technológia legyen. Akármilyen szabályt is alkotunk, elsőrendűnek annak kell lenni, hogy a méheket és a természetet meg a növényeket egyszerre védjük. Tehát minél kisebb környezetszennyezéssel és minél kisebb másiknak okozott kárral vagy netán károkozás nélkül ússzunk meg egy-egy szezont. Megmondom őszintén, én mindig tudom azt, hogy április 10-e környékén megbolondul a telefonom, mert állandóan keresnek, hol itt, hol ott, hol amott, ilyen-olyan probléma van. Na most hát legjobb a kárt megelőzni, tehát mindig azt szoktam mondani, a párbeszéd a gazdálkodóval, a növényvédőszer felhasználójával, az nagyon fontos, és nagyon sokszor meg tudjuk beszélni egymás közt azt, hogy hát akkor mégse azt a növényvédőszert használja ebben a szituációban, hanem egy másikat, ami már a mi számunkra is megfelelő. Bő egy hónap múlva szinte virágozhat már az olajrepce, a növényvédelmet nagyon körültekintően kell végezni. Hát igen, igazából a repce azért is rettenetesen fontos, mert az első olyan növény, amiről stabilan szoktunk pörgetni. Bizonyos méhészek azt mondják, hogy félnek a repce virágzástól, mert mindig baj van. Én azt szoktam mondani, hogy igazából nem biztos, hogy pont a repce virágzáskor van baj, hanem inkább azzal van baj, hogy a repce virágzása alatt egyéb növényvédelmi munkák is történnek a határban. Csak ezt olyan úgy összeköti az ember magába ezt a két dolgot. Az viszont feltétlenül fontos, és én mindig elmondom a gazdálkodóknak, hogy azért azt végig kellene ám gondolni, hogy tőlünk egy ingyenes szolgáltatást kapnak, a beporzást. És ennek az ingyenes szolgáltatásnak nem az lehet a
honoráriuma, hogy cserébe mondjuk a méhész kollégának a méheit pont a főszezon előtt, akácvirágzás előtt tönkre teszik. Ugyanis ne felejtsük el azt, hogy a megporzáson keresztül ugye a vetésforgóból egy növényen segítünk. A nem jól végrehajtott növényvédelem is pont ennek az egy növénynek a túlélési esélyeit növeli. Ez rendben van, csak nézzünk meg valamit. Hogyha a vetésforgóból egy növényt megóva gazda, annak azt nem lehet olyan áron elvégezni, hogy közben egy másik gazdatársalást méhész egész gazdaságát teszi tönkre, pont a főszezon előtt. És ezt kéne már végre, hogy sokan megértsék, akik úgy gondolják, hogy mi netán nem egészen abba az irányba visszük a dolgokat, mint amit ők szeretnének. Amikor hatóanyagokról van szó, akkor melyek azok a hatóanyagok, amelyek semmiféleképpen ne kerüljönnek a permetező tartályba? Hát ugye az Európai Unióban most már azt a három méhekre kimondottan veszélyes neonikotinoid készítményt, azt most gyakorlatilag szinte teljes tiltás alá vették. Ez alól kivétel a cukorrépa, kivétel az üvegházi termesztés, de csak abban az esetben, hogyha az a növény nem kerül ki a szabadba, és nem ott virágzik. Tehát ez most már jól megvan oldva. Viszont ez is egy bonyolult kérdés, mert azért ezekkel a vegyületekkel sok más problémát megoldottak a gazdák. Az az igazság, hogy összességében véve én azért is érzem, hogy nehéz a helyzet, mert a gazdálkodónak sincs túl sok eszköz a kezébe, hogy megvédje a növényeket. Ez viszont oda fog vezetni esetlegesen, hogy olyan megoldásokhoz nyúl, aminek abszolút nem legális, és ez megint nem kívánatos. Tehát én úgy gondolom, hogy a szakszerűen elvégzett növényvédelemnek helye van a mezőgazdaságban. A nem szakszerűen elvégzett és határokat nem ismerő megoldásoknak viszont nincs helye, és az ellen föl kell lépni. A hazai növényvédők is a szabályok betartására hívják fel a gazdák figyelmét. Virágzó állományokat és azokat az állományokat, ahol virágzó gyomok vannak, itt nem kellene használni rovarölőt, de hogyha mégis valami oknál fogva szükséges, akkor a méhekre mérsékelten veszélyes vegyszereket, amelyek 8 órán belül lebomlanak, ezeket lehet használni esetleg 23 óráig este, miután a méhek bementek a kaptárba, és hogyha 23 óráig ki vannak fújva, ez körülbelül reggelig, az a 8 óra alatt lebomlik annyira, hogy nem lesz közvetlen hatásuk a méhekre. Ide tartoznak egyes piretroidok. A Magyar Kanizsai Gazdakör szervezésében ismeretterjesztő előadást tartottak méhészeknek és növénytermesztőknek a permetezési technológia szabályairól és a nem megfelelő növényvédelem káros következményeiről. Mint tudjuk, a méhészek panaszkodnak a méhveszteségre, folyamatosan eltűnnek méhek, és ők nem a kaptárak körül hullanak el, hanem itt már szakemberek megállapították, hogy idegméreg hatásáról van szó. Tehát ezek a méhek elmennek gyűjteni, és nem tudnak tájékozódni, elveszítik tájékozódó képességüket, nem tudnak visszatérni, így a természetben hullanak le. Ez egy nagyon nagy baj, mert csökken a méztermelés, csökken a beporzási lehetőség, ugyanakkor a növényvédelmet kell összhangba állítani a méhészettel olyan értelemben, hogy a növényvédelem is tökéletes legyen, és a méhállomány is sértetlen maradjon. A gazdák és a méhészek szerint az együttműködésen túl a felügyelőségnek is nagyobb szerepet kell vállalnia az esetleges károk vizsgálatánál, de ugyanakkor a gazdálkodási szemléletváltás is fontos a környezetünk, így a méhek megóvása érdekében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A jövő heti Pannon Gazdában majd a Pioneer kukorica hibridjeivel ismerkedhetnek meg, de szó lesz majd az aktuális támogatásokról is. Várom Önöket egy hét múlva a viszontlátásra.